Sziasztok! Erás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtára csatorna. A mai napon 5 olyan könyvet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani a magyar irodalomból, amely nem fog csalódást okozni. Sok barátom, ismerősöm jelezte, hogy nem szeretnek magyar irodalmat olvasni, mert nem találnak igazán szórakoztató regényeket. Ezért úgy gondoltam, hogy a mai alkalommal 5 olyan regényt hozok nektek, amelyben biztos nem fogtok csalódni. Elsőként Rideg Sándor Indul a bakterház című regényét szeretném nektek bemutatni. Aki látta a filmet, tudja, hogy minden idők legsikeresebb magyar filmjei közé tartozik. A regény hasonlóan szórakoztató, kacagtató részekkel van tele. Nagyon sok szeretettel ajánlom. Szabó Magdától, kedvenc írónőmtől szeretnék nektek egy regényt ajánlani. A Führer része egy életrajzi ihletésű regény, amely a trianoni Magyarországon játszódik. Szabó Magda olyan zseniálisan írta meg ezt a regényt, hogy nem lehet megállapítani belőle, hogy mi volt valóság és mi a fikció a regényben. Cilit testvéreként ábrázolja, igazából legjobb barátnőjéről, Agancsosról szól a történet. A háttérben felsejlik a trianon sújtott a Magyarországon élők sanyarú sorsa, és egy keserédes, szomorú szerelem tanúi is lehetünk. Mindenkinek sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet. Harmadikként Mikszáth Kálmán a Szelistjei asszonyok című regényt hoztam nektek. Ez a történet mindössze 150 oldalas. Mátyás király idejében játszódik, Mátyás királyról, mint köztudott, szerette áruhában kifürkészni alattvalói gondolatait. Így tesz akkor is, amikor a Szelistjéről, az erdélyi kisfaluból asszonyok érkeznek egy küldöttséggel, mivel hogy elfogytak a férfiak a faluban, és arra kérnék a királyt, hogy költöztessen oda férfiakat. Mátyás király Mulykót, a borondot ülteti a helyére, ő pedig elvegyül a nép fiai között. Ebből az alapszituációból nagyon sok komikus jelenet, és egy nagyon szép szerelem kerekedik majd ki. Ajánlom figyelmetekbe. Negyediként Jókai Mortól a Bálványos Vár című regényét hoztam nektek. A Bálványos Vár Erdélyben játszódik. Sajnos a várnak már csak a romjai találhatók meg, de mindenkit biztatok arra, hogy próbálja megkeresni, a Erdélyben jár ezt a települést. A Bálványos Vár arról az időszakról szól, a 13. században, amikor az ős magyar hitről próbálják áttéríteni a népet a kereszténységre. A háttérben egy sokszor mulatságos, sokszor elgondolkodtató és nagyon szép és szomorú történet áll. Mindenkinek szeretettel ajánlom. Ötödikként Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényét hoztam nektek ajánlásul. Ez a történet Attila Hun uralkodó idejében játszódik. Priscus Rétor, a híres római történetíró, meghívást kap Attila udvarába, szolgájával, Zétával együtt. Zéta nagyon hamar szerelmes lesz az egyik hun uraság leányába, Emőkébe. Erről a szerelemről szól ez a történet. A vége szomorú, de nagyon szép. Mindenkinek szeretettel ajánlom. Remélem, hogy ezzel a rövid videóval kedvet tudtam nektek csinálni a magyar klasszikus irodalomban való barangoláshoz. Bízom benne, hogy találtatok kedvetekre való olvasnivalót. Válaszaitokat várom a komment szekcióban, illetve olyan, és az Instagramon is megtalálhattok. További szép délutánt, és nagyon sok jó, izgalmas könyvet kívánok!